A máig nagy népszerűségnek örvendő író regényeiből még a 60-as években rajzolt képregényeket Korcsmáros Pál. A grafikus fekete-fehér alkotásait a 2000-es években digitálisan felújították és ismét kiadták, így már színesben élvezhetik a kalandos történeteket az olvasók. Rejtő 14 regényéből készült képregény, ezek közül a 14 karátos autót tekinthetik meg az érdeklődők a Pannon Egyetemen. Rejtő máig az egyik legkedveltebb magyar író. A 14 karátos autó összesen 60 ezer példányban jelent meg, ezzel a legtöbbször kiadott kötet lett. Az egyik legnagyobb műfaj a szórakoztató irodalom klasszikusa, akinek helye ott van Mikszáth és Karinti mellett, véli Prasznovszky Mihály. Az irodalom történész szerint titka a nyelvezetében is rejlik. Egy kicsit pestiesen, de olyan lezserül, olyan simán, olyan könnyeden jöttek belőle a szójátékok, a nyelvi viccek, a tréfák, amire kevés példa volt. Legutoljára talán Józsefet hallottam így nyelvelni a magyar nyelvjátékaival, varázslatával, versekben, de Rejtőnél ez a próza nyelv, ez mindenek fölötti siker. A képregények is a sikert jelzik, 14 művéből készült ilyen változat, ez is hozzájárult népszerűségéhez. Másik titok a kaland, mondta Prasznovszky Mihály. Rejtőről meg történet van, mese van, kaland van, még ha nem is hisszük el egy szavát sem, és van benne egy picike kis örök emberi igazság, hogy az elesettek, az ártatlanok, az üldözöttek általában mindig győznek. Minden regénye happy enddel végződik, és minden áruhás fickóról kiderül, hogy legalább herceg, de legalább katonatiszt, és elnyeri azt a lányt, akit mi is szívesen elnyernénk, hiszen az első laptól kez olyan romantikusan és szeretettel ábrázolja Rejtő Jenő. A megnyitón az egyetemi versmondó műhely tagjai rejtőművekből olvastak fel ismert részleteket. Mondja, maga dolgozni akar? Nem is vagyok naplopó. Ez baj, de mindegy. Ha tetszik, dolgozzon. Mi szeretne lenni a legszívesebben? Hogy lehet ilyet kérdezni? Titkár szeretnék lenni. Kész szerencséje, hogy erre jöttem. Alkalmazom. Ön nálam titkár. Fizetése havi 2000 frank. Az esemény vendége volt Szilágyi Tibor is. A Kossuth és Jászai Díjas színművész zseniális embernek tartja Rejtőt, és kiemelte, a ponyvaregényekről ismerhetjük, pedig szenzációsan megírt vígjátéki jelenetei és komoly írásai is vannak. Érdekessége, hogy annak ellenére, ugye, hogy nemzetközi környezetben játszhatja ezeket a művek többségét, sem Magyarországon, sem külföldön nem sikerült belőle hasonló sikerű filmet csinálni, mert úgy látszik nehezen adaptálható valamire. Tehát, hogy mondjam, én őt a nagyon komoly írásairól is ismerem, ez ugye Karintira is jellemző. A megnyitót követően a színművésszel Felföldi Gábor beszélgetett, felidézve többek között Szilágyi Tibor pályafutásának kezdetét, a Veszprémi Színházban és más színpadokon eltöltött évadokat. A megyeszékhelyre többször visszatért Szilágyi Tibor, jelenleg például a Fizikusok című darab egyik főszerepét játssza.